Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő terve, ez itt látható ezen a képen. Nála most megvan ez a büszke királyi tartás. Sőt, ott trónol, tehát elfoglalja a helyét az életben. A kezébe tartja ezt a botot, ami utal a tűz elemére. És az jelenti az ő bátorságát, a lelkesedést, a szenvedélyeket, de ahogy ott üldögél, látható, hogy nem tesz semmit. Hanem várakozik, figyeli az eseményeket, talán arra vár, hogy te jelentkezz nála. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt látható egy angyal, lehet, hogy van nála most egy spirituális terület, és megvan a hite, hogy itt minden jóra fordul, majd az égi hatalom úgy rendezni fogja a dolgokat. De ez a kép utalhat rád is, ha te egy hölgy vagy. Akkor ez a kártya azt jelenti konkrétan, hogy vár arra, hogy te hozz döntéseket, vár arra, hogy közeledj hozzá, vár arra, hogy te keresd a kapcsolatot, és azt mondd, hogy te szeretnél beszélni vele. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. A tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul az életben. Tehát ő tervez veled egy új kezdetet. A háttérben a ház utal egy stabil párkapcsolatra, és pontosan ezt szeretné kiépíteni veled. A ház a háttérben jelentheti azt is, hogy tervez veled egy közös otthont. A ház előtt a kutya az jelenti a hűséget. Ő hűséges, és megbízhatsz benne, akkor is, hogyha ő most olyan visszahúzódó. A kép itt középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a humor, a nevetés, és kezeld így a dolgokat. Vagy vársz arra, amíg ő magától jelentkezik, és jönni fog, hiszen tervez veled egy új kezdetet, vagy tényleg jelentkezel nála, de akkor próbálj meg olyan viccesen vele beszélni, vagy így kezeld a dolgokat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.